közös bemelegítéssel kezdődött, aztán Borkai Zsolt köszöntőjével folytatódott az öt próba Rióba sorozat győri állomásának programja. Mindig nagy felkészülést igényel az, hogy egyáltalán a sportolóink kijussanak az olimpiára, de azt is tudjuk, hogy minél szélesebb bázisra építve van egyáltalán esély arra, hogy sikeresek legyünk egy ilyen hatalmas sportrendezvényen, és ezért is tartjuk fontosnak azt, hogy nem csak az olimpia eszme miatt, hanem azért is, hogy legalább ilyenkor megismertetve, megszereztetve az emberekkel a sportot, egy kicsit együtt legyünk és sportolhassunk. Győr polgármestere, a MOB elnöke, Szöul olimpiai bajnoka maga is részt vett a különböző próbákon, igaz, pontokat nem gyűjtött. A többi induló viszont ezt tette, hiszen a klasszikus ötkarikás sportágak közül futásban, gyaloglásban, kerékpározásban, úszásban és evezésben, kajakozásban lehetett rövidebb és hosszabb távot is leküzdeni. Aki a megadott szintidőkön belül teljesítette a próbákat, pontokat gyűjthetett, 20-at, illetve 50-et a feladat nehézségétől függően. A pontokért sorsjegy járt, az esemény sorozat végén pedig két szerencsés elutazhat Brazíliába az olimpiára. Elsőkből lesznek az utolsók. Hajrá, magyarok! A fődíjra sok győrinek lesz esélye, hiszen a résztvevők többsége összeszedte az ehhez szükséges 100 pontot. Az első helyszín Budapesten volt december 31-én, és a második vidéki helyszín ez mi vagyunk. Ez nagy megtiszteltetés számunkra, hogy itt Győrben is fogadhatjuk ezt az eseményt. Ugye jó részt a riói olimpiának a népszerűsítésére szolgál, illetve a szabadidősport népszerűsítésére, hogy minél többen sportoljanak, minél többen mozogjanak, és nagy öröm számomra, hogy ennyien eljöttek a mai napon Győrbe. Győr után Pécs és Tiszafüred ad otthont az ötpróba Rióba kiemelt eseményének. Nevezni továbbiakban is az ötpróbarióba.hu oldalon lehet.